Lassan itt a karácsony, ami ugye a szeretet ünnepe, vagy legalábbis ekként szoktak hivatkozni rá a leginkább. Még azoknak a családoknak is számomra úgy tűnik, hogy fontos ez a három nap, akik egyébként nem vallásosak. Legalábbis én nem nagyon ismerek olyan gyereket, akik nem tartottak otthon karácsony semmilyen formában. Ez egy kellemes téma is lehetne, de én most mégsem a kellemes részéről szeretnék veletek beszélgetni. Ha van kedvetek kommentben bármit is hozzászólni a témához. Saját történettel jöttem. Nekem tavaly ilyenkor, illetve hát november hónap folyamán meghalt a nagymamám is, és a nevelőapukám is, kilenc nap különbséggel. És hát ez egy nagyon kemény időszak volt az elmúlt tizenkét hónap a, a megmaradt családunk részére. És hát már az első karácsonyon ugye szinte azonnal túlestünk, de talán nem is nagyon emlékszünk rá. A nagymamámat egy picit hamarabb decemberben el tudtuk temetni, de a nevelőapukámat csak januárban, és hát a kettő közti időszak szinte ki is törlődött, mert csak az ügyintézésről szólt, szóval annyira nem tudtuk mi megünnepelni a tavalyi karácsonyt. És hát bevallom nektek, egy kicsit rettegéssel állok az idei karácsony elé, nagyon sok minden nem tisztult le még bennünk, édesanyámba és bennem sem. Nagyon nehéz minden nap úgy fölkelni, hogy ebben a hónapban. Tehát ez egy kicsit érdekesség talán az én szempontomból, hogy az év nagy része eltelt ügyintézéssel, iskolába járással, munkával, stb. De most valahogy ez a november, ez az ilyen kicsit ilyen emlékeztető hónap olyan nagyon döcögve megy, azt vettem észre, hogy az inger, az sokkal-sokkal alacsonyabb, tehát hamarabb esek kétségbe, váratlan dolgoktól, tehát olyan rutinok, amik régen jól mentek, vagy olyan helyzetek, amik régen kevésbé billentettek ki, azok most nagyon tacsa tudnak vágni, és mintha alig-alig lenne ebből fölfele. Tehát ha egy gauss görbét nézünk, mintha a gauss görbének nem lenne fölfele ívelő szára, Szóval itt állunk megint egy karácsony előtt, nagyon el se tudom képzelni valójában, hogy hogy fogjuk ezt megélni. Amitől nehéz, például 14-én halt meg a nagymamám, november 14-én, és én azt az egész napot újra éltem. Lehet, hogy mások is így vannak vele, nem gondolnám, hogy az autizmus specifikus, sőt egyszerűen tényleg olyan volt az egész nap, mint hogyha újra éltem volna az egyéb, mint a visszadobtak volna az időbe, talán ismeritek ezeket az ilyen típusú filmeket, hogy újra és újra ugyanazon a napon kell fel az illető, és próbálja jobban csinálni, de valahogy nem sikerül neki. Hát én is így érzem magam ebben a hónapban, nem csak 14-én, meg 23-án. Emellett is az elmúlt egy év egy ilyen végtelenül hektikus, hol jobb, sőt, inkább úgy mondanám, hogy hol semleges, vagy hol még rosszabb, meg még rosszabb időszakokkal váltakozott. De hogy ez talán autizmus szempontjából attól lehet érdekes, hogyha a ti családotokban volt, van, vagy várható ilyen tragédia, mert sajnos még mindig nem vagyunk a végén ennek a koronavírusos történetnek, hogy készüljetek fel arra, hogy akár ti magatok, akár a gyermeketek, a szerettetek kicsit később reagál ezekre a dolgokra. Tehát nálam az első két hónapban szinte úgy tűnt, hogy mintha meg sem érintett volna, vagy volt egy nagyon nagy kiborulásom, és onnantól kezdve, mint látszólag a külső szemlélő számára nem tűnt fel, hogy itt tragédia történt, de aztán, aztán utolért. Utolért az egésznek a súlya, és akkor viszont nagyon összeomlottam, és nem titkolom, sok-sok, nagyon-nagyon sok-sok év után újra antidepresszánst kellett szednem, amit már azóta szerencsére elhagyhattam, de hogy megélni azt, hogy egyik nap még vannak, a másik nap nincsenek, az, az borzasztó volt. Borzasztó volt, mert nem akartam elhinni, hogy mind a ketten. Tehát egy, szinte egyszerre kerültek be a kórházba, és, és, valahogy abba reménykedtem, hogy, hogy legalább az egyikük visszajön. Most mindegy, hogy a nagymamám, és hát nem mindegy, de hogy, hogy mind a kettejüknek örültem volna. A nagymamám, aki 86 éves volt, ő nála egy kicsit úgy jobban meg tudtam bocsájtani a világnak ezért, de a nevelőapukámnál, aki szerintem 72 évesen rettentő fiatal volt ehhez, és nem is volt számos másik plusz betegsége, mint a nagymamámnál, azért bizony a mai napig nagyon dühös vagyok és talán ez a düh, ez, ez már jobb, mint, mint, az a végtelen tehetetlenség, amiben ücsörögtem sokáig, és, és egyszerűen minden napon azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne visszamenni az időbe és megakadályozni. Szóval ami családunk itt tart, épülünk, épülgetünk föl ebből a történetből. Én ezért is tűntem el az idén, vagy hát nem csak a pandémia okozta ezt, hanem sok felkérésre mondtam nemet és ha valakit ezzel megbántottam, egyébként utólag elnézést kérek, és itt a magyarázat, amiért nem vállaltam el dolgokat, esetleg nem válaszoltam levelekre, üzenetekre, ez simán benne van, úgyhogy kérlek, bocsássátok ezt meg nekem, ha ez pont veletek történt. És mindezek mellett, hogy ne legyen ennyire szomorú ez a videó, én, én őszinte szívből kívánok nektek tényleg békés és szeretetteljes ünnepeket, mert azért hiszem, hogy az emberi szeretet továbbra is megvan közöttünk, úgy világszinten. Köszönöm a figyelmet!